Ahogy ígértem, Mesterházi Attila a vendégem, az Országos Választási Bizottság ülése után rögvest. Jó estét kívánok! Így van, jó estét kívánok! Boldog új évet mindenkinek! Önnek is, mire jutottak? Sok minden téma szerepelt. Sok mindenből egy érdekel, ellenzéki együttműködés újranyitása. Meglepett ezzel a kérdésével, de viccet félretéve természetesen erről is volt szó, hiszen a héten tárgyalni fogunk Bajnai Gordonékkal erről a kérdésről, és ebben adott tárgyalási pozíciót az Országos Választási Bizottság. És miről tárgyalnak? Azért vagyok nehéz helyzetben, mert úgy illik, hogy ezt a tárgyalásokon mondjuk el, hogy mi mit gondolunk erről. Mi mindenféleképpen örülünk annak, hogy ez a változás megtörtént, hiszen talán ön emlékszik rá, hogy lassan egy éven keresztül mi folyamatosan azt mondtuk, hogy közös lista, közös jelöltek, ez a legjobb módszer. De én arra is emlékszem, hogy augusztus óta meg egyfolytában azt igen, mondta ön is, hogy ez a legjobb szövetség így lesz. Bocsánat, azért az fontos dolog, hogy mi azt mondtuk, hogy a közös lista az egy hatékonyabb megoldás, de amikor ebben nem tudtunk megállapodni, akkor olyan politikai konstrukciót választottunk, ami a választó kerületekben tudja maximalizálni az elérhető szavazatokat, tehát hogy magyarul nem indulnak egymás ellen a jelöltek, ez lett ez a 75-31-es megállapodás Bajnai úrékkal, és hogy van két külön lista, hogy akkor amellett érvelt a szövetség, hogy vannak olyan szavazók, akik egy közös listára nem szavaznának, hogyha ez az MSZP-vel közös listát jelent. Mi akkor akceptáltuk ezt a felvetést, ha mind a két lista bejut a parlamentbe, akkor úgy sincsen szavazatvesztés, tehát magyarul ez a szavazat maximalizálásnak egy lehetséges formája. Az, hogy most változott Bajnai úréknak az álláspontja, az önöké nem változott? Önöké nem változott. Tehát, hogyha önökön, az MSZP-n, vagy az MSZP elnökén múlt volna, akkor nem nyitották volna újra ezt az ellenzéki együttműködést? Nézze, igen, mi tudomásul vettük azt, hogy Bajnai Gordonék nem akarják újra nyitni ezt. Éppen ezért én azért mondtam többször, hogy lezártnak tekintem a tárgyalásokat, mert úgy gondoltam, hogy ezzel tudom segíteni a szövetséget, tehát magyarul azt, hogy ez a szövetség erős maradjon, és tudja kinőni magát, és tudjuk ezt a fajta politikai konstrukciót vinni. Bajnai Gordonék nem akarták újra nyitni? Igen. Én se vetettem fel, ne úgy értsd, hogy én állandóan. Én azt gondoltam, hogy a közös lista az mindig jobb, mint a külön lista, hát ugye erről beszéltünk hónapokon keresztül, hát 1000 idézetet tudna tőlem venni, vagy a politikai kollégáinktól, már szövetségesektől, hogy a pártban, akik azt mondták, hogy hát a közös lista az jobb, mert ugye egy listára, egy helyre megy, nem kell magyarázni az embereknek, de mi tudomásul vettük azt, hogy ezt az együtt elutasította ezt a javaslatot, így alakult ki ez a politikai konstrukció, de az, hogy megváltozott most ez az álláspont, ez engem meglepett, de örülök neki, hogy ez megtörtént tulajdonképpen, mert eddig én sem ezt hallottam az Együtt PM Választási Szövetség politikusaitól. Nekem azért augusztusban nem úgy tűnt, hogy az MSZP pártolta volna, hogy hát mindenképpen közös, mindenképpen, de hát hogyha az Együtt PM úgy akarja, akkor legyen külön lista, és nem megyünk hát egymással szembe. Tehát ez lett a végeredmény. Hát ez lett, de olyan hangsúlyosan az MSZP, vagy ön nem állt ki amellett, hogy már pedig mi ragaszkodtunk volna közös listához, közös miniszterelnök jelölthöz, egy személyhez, de az együtt nem akarta, ezért belementünk abba, hogy így legyen. Hogy tehát úgy tűnt, önnek, hogy mind a ketten udvari, ezt akarták. Igen, hát ha udvariasak vagyunk, és azt akarjuk, hogy a viták azok ne, vagy a konfliktusok ne a nyilvánosság előtt exponálódjanak, hogy így fogalmazzak, és ha már ezt a konstrukciót tudjuk elérni, mint legjobb konstrukció, akkor ne rögtön azzal kezdjük, hogy leamortizáljuk a saját magunk kialkudott, vagy a saját magunk által megállapodott konstrukciót, akkor ennek teljesen igaza van, de politikai logika alapján, ugye onnétól kezdve, hogy tudtuk, hogy ez lesz a megállapodás, azóta feladat, hogy ezt a politikai konstrukciót úgymond szerettessük meg a választókkal, vagy magyarázzuk el, hogy ez miért jó, mi ennek az előnye. Lehetett volna ennek előnye egyébként, mert valóban lehet, hogy van olyan, aki nem akar szavazni egy inkább liberális párt listájára, és van, aki nem akar inkább egy szociáldemokrata párt listájára szavazni. Tehát ilyen van, ilyen létező szavazó biztos, hogy van számos. Most, hogy változott az ő álláspontjuk, most azt mondjuk, hogy oké, akkor térjünk vissza ahhoz az állásponthoz, ami a közös listát érinti. Nekünk ezzel semmi gondunk nincs, tehát mi nyitottak vagyunk mindenre, hiszen mi 2012. november 28-án megjegyeztem, mert annyiszor mondtam el, akkor döntött úgy az MSZP elnöksége, hogy közös lista, közös jelöltek, és ezt a javaslatot tesszük akkor Bajnai Gordonéknak.
Onnétől kezdve tulajdonképpen januártól volt egy hosszú időszak, ön is emlékszik rá, amikor programegyeztetések zajlottak, abban a bajnagyurak nem vettek részt, de ez most részletkérdés. A végén megegyeztünk a program kérdésekben, és a vége az lett, hogy a közös listát nem fogadták el. Most, hogy ez a pozíciójuk változott, ez egy új értelmet ad a tárgyalásoknak. A közös lista az az egyik része, a másik része pedig a közös miniszterelnök jelölt. Akárhányszor... És a közös jelöltek, ugye, tehát ez a három. Igen, csak akárhányszor mondták azt, hogy itt nem személyi ambíciókról van szó, nem bajnai mesterházi küzdelméről, hogy én vagyok az erősebb, én akarok lenni a közös miniszterelnök jelölt, és akárhányszor mondták, bevallom őszintén, én pont annyiszor nem hittem el. Ugyanis, hogyha mondjuk a programjukban olyan éles különbséget láttam volna, hogy az MSZP három kulcsot akar, az Együtt PM-ek ragaszkodna az egyhez, mert szerintük jó, vagy önök a közmunkát megtartanák ilyen formában, az nincsenek programbéli éles különbségek. Hál' Istennek. Hát ahogy furcsa lenne a szövetségről beszélni, az eddigi szövetségekről. Tehát akkor miben nem tudtak megegyezni? Programban meg tudtak egyezni, akkor csak a miniszterelnök jelölt személyében nem tudtak megegyezni. Nem, és ezért... most, hogy újra nyitják a tárgyalásokat, most meg fognak tudni majd egyezni? Bocsánat, én ezért mondtam azt, hogy nem ez volt a helyzet. Tudom, én meg mindig nem hittem el. Nem erre mondani, nem ez volt a helyzet. Arra mondom, hogy az egy világos érvelés volt a tárgyalásokon az Együtt részéről, hogy a két külön lista több szavazatot hoz, mint az egy közös lista. Nem csak arról volt szó, hogy ki a közös miniszterelnök jelölt, hanem volt egy, hogy mondjam, stratégiai megközelítésbeli különbség. Ők azt mondták, hogy a két külön lista többet hoz, mint az egy közös lista, még egyszer ismétlem, azért, mert hogy vannak olyan szavazók, akik az MSZP-vel közös listára nem adnák le a szavazatokat. Én ezt többször meghallgattam a tárgyalások során, mi mindig azt mondtuk, hogy szerintünk akkor is ez jobb volna, de respektáljuk azt, hogy ebben nem tudunk megállapodni. Tehát itt nem csak egy probléma volt, hanem volt egy másik tartalmi politikai kérdés, amiben nem osztottuk egymás álláspontját. Most a közös ebben listáról... mi engedtünk, és azt mondtuk, hogy rendben van, akkor legyen Értem. Két külön lista. Most a közös listáról kezdik majd el a tárgyalást? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy az MSZP szerint, az MSZP elnökségét képviselő Országos Választási Bizottság mai döntése alapján afelé, vagy abba az irányba indulnak majd el a tárgyalások, hogy közös lista legyen, és közös miniszterelnök jelölt legyen? Igen. Bajnai Gordon azt mondta, hogy ennek érdekében, mert szerinte is ez a járható út, ő vissza fog lépni. Hogyha a tárgyalások úgy alakulnak, akkor ön is hajlandó mondjuk visszalépni? Közös lista, de mondjuk nem legyen a közös miniszterelnök. Ez mindig az a gond, hogy ezt nem szabad leegyszerűsíteni egy személyi kérdésem, ez de egy én politikai... Én értem, hogy leegyszerűsíteni, ez egy politikai konstrukciós kérdés, és itt ugye összefüggnek a dolgok. De én semmi jónak nem vagyok az elrontója. Tehát magyarul, ha bármi olyan javaslat érkezik, ami ezt a kérdést is fölnyitja, vagy egy más aspektus bejezi, akkor mi abszolút nyitottak vagyunk arra, hogy beszéljük ezt meg a tárgyalóasztalnál, ezzel nincsen gond. Hát a nyitottság az azt jelenti, hogy mi minden opciót, én személyesen is minden opciót hajlandó vagyok megtárgyalni, átgondolni, nem hipotetikusan, hanem a maga konkrétságában értelemszerűen. Akkor úgy kérdezem, hogyha ezen múlna egy ellenzéki összefogás, egy teljes körű ellenzéki összefogás, a közös lista és a közös miniszterelnök jelölt, mondjuk ne ön legyen, hanem egy harmadik személy, nem tudom kicsoda, akkor ez is elfogadható lenne, ha ilyen helyzet előállna? Én kezdve, hogy mindenre nyitott vagyok. Mindenre nyitott vagyok, de ön is mondott egy fontos szót egyébként most, talán nem is vette észre, azt mondta, hogy teljes körű ellenzéki összefogás. Ez egy kérdés, ezt tisztázni kell, hogy ugye, nem csak a DK indul az egyéni választókerületekben. Öt párt van, amelyik bejelentette, hogy fog indítani az egyéniben jelölteket. Ez azért érdekes, mert az alfa omega, hogy a körzetben van-e ellenjelölt. Most... Ha, ugye az a cél, hogy az egyéni választókörzetekben egy ellenzéki jelölt legyen, erről szólt a mi javaslatunk is, hogy egy ellenzéki jelölt, egy közös lista, egy közös vezető ennek a listán. Ugye ez az MSZP, támogatottsági sorrendet mondok, ne értse senki félre, az Együtt PM, a DK, a Smukandor félre, Szozdemek és a liberális Fodor Gábor által vezetett liberális. Ez az öt párt mondta azt, hogy ő fog indítani az egyéni körzetben mindenféleképpen jelöltet, ha jól olvastam, ma Fodor Gábor ezt meg is erősítette egy közleményben. Ez egy kérdés, hogy amit ön is a teljes körűt? Freudként arról beszélt, hogy teljes körű, amivel teljesen nem Freudként, jó értelemben véve letakarítom a térképet, most a térképet abszolút pozitív értelemben jelentem, tehát hogy minden körzetben egy jelölt legyen, azt meg lehet csinálni úgy, hogy csak a DK, az MSZP, meg az Együtt PM választási szövetségül leegyeztetni egymással.
Ez egy kérdés. Én most ebben nem akarnék álláspontot elfoglalni, mert ugye ezt a tárgyalásokon kell megbeszélni. De várjon, ez nem sokan... kérdés, tehát ha azt mondja, hogy most bocsánat, én ma úgy értettem a... tud-e együtt, igen. Akkor nyilván nem három ül le, hanem akkor az öt. Igen. Na, hogyan tehát, tovább? Tehát magyarul én azt mondom, hogy ebben nekünk először mindenféleképpen Bajnai Gordon szövetségével kell leülni tárgyalni, hiszen mi vagyunk egy együttműködésben, van egy megállapodásunk, egy csomó mindent közösen végigcsináltunk az elmúlt három évben. Ezen a héten mindenféleképpen ezt meg kell oldani. Én abban egy picit szkeptikusabb vagyok, hogy itt nagyon sok idő van arra, hogy ezeket a tárgyalásokat lefolytassuk, hiszen ahogy ön is itt hallottam a kérdés teljesen felvetett, hogy azt hiszem most három hónap van összesen, ugye hónap van 7-e, a 6-a, április 6-án lesznek a választások, tehát pont három hónap van a választásokig. Február 15-én aláírásokat kell gyűjteni, hogy ugye le kell adni a listákat, ki a jelölő szervezet. Tehát addig, amire el kell dönteni jogilag, hogy ki mit, ki kit jelöl, milyen módon működünk együtt, addig egy hónap van. És hát azért picit kellene már foglalkozni a Fidesz-tel is, meg a kampánnyal, mert hát az nem lesz elég a kormány leváltásához, hogy van egy szövetségünk, hát utána azért a programot, a közös elképzeléseket, az ígéreteket, tehát el kell juttassuk az emberekhez, és meg kell őket győzzük arról, hogy ez a javaslat, ez jobb javaslat, mint amit a kormány tesz az ő számukra, hogy a szegénységet tudjuk kezelni, hogy a munkanélküliséget tudjuk kezelni, hogy olyan új munkahelyeket teremtünk, hogy vannak magasabb bérek, stb. Erről magyarul... kell, hogy szóljon a kampány, csak tehát egy lépés még meg kell, hogy tegyenek. Bocsánat, csak egy mondatot hadd tegyek még hozzá. És a választásokat a mi részvételünk nélkül is meg fogják szervezni. Tehát ha mi sokat játszunk még ezzel a kérdéssel, és azt mondjuk, hogy itt heteink vannak, tehát magyarul egy hónapunk van arra, hogy ezt megoldjuk, kérem, nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hét meg a jövő hét van arra, hogy ebben valamilyen megoldásra jussunk. Most már nem azért, mert mi magunknak milyen határidőket szabunk, hanem ez azért az élet szab határidőt. Kész, most 2014 már 2014 januárja van. Így fontos van. Kérdés, Gyurcsánnyal vagy Gyurcsány nélkül? Oly sokszor mondták azt, hogy ilyen meg olyan adatok szerint sok ember taszít, nem bocsátották meg, MSZP kormányzás, ő személyét. Most lehet Gyurcsány Ferenccel közös listán szerepelni, vagy sem? Ez tényleg, hogy egy megosztó politikusról van szó, de szerintem ezt is a tárgyalásokon kell megbeszélni. Én nem, és ebben nem szeretnék üzenni semmilyen formában, se különösen úgy, hogyha jól tudom, nincs is itt van a miniszterelnök, volt miniszterelnök. Azt én nem tudom. Választási bizottság ma nem döntött erről, vagy nem tárgyaltak erről? Nézd, azért nem akarom mondani, hogy miről döntöttük, mert ezt majd a tárgyalásokon mondjuk ne vegye udvariatlanságnak. De velük is tárgyalni fognak a DK-val. Hát ez is. Teljesen egyértelmű. Hát, bocsánat, mi múltkor is tárgyaltunk velük. Tehát azért csak azért, hogy a történelmi hűség kedvéért. Ugye legutóbb annyira más volt még a pozíciója az Együtt PM-nek a DK-t illetően, hogy az volt az ő kérésük, hogy mi tárgyaljunk velük, és ne pedig ők. Tehát, hogy őket magyarul hagyjuk ki ebből a tárgyalásból, és mi tárgyaljunk a DK-val. Mi le is ültünk, tárgyaltunk a DK-val, akkor nem tudtunk megállapodni. Most ez ilyen értelme részletkérdés, tehát mi akkor is tárgyaltunk a DK-val, akkor is tárgyaltunk Gyurcsány Ferenccel. Én most azt látom, hogy ha a DK meg a PM vagy az Együtt PM meg tud egyezni például egymással, hiszen korábban ott volt egy nagyon éles ellenmondás, ugye vannak egyéni körzetek, amiket 31-et önök átadtunk. Között is volt, volt ez abszolút, sőt, hát nekem hosszú hogyan történetem van abban, hogy hány vitám volt a DK vezetőjével, hiszen akkor még MSZP-s politikus volt, és nagyon sok mindenben eltért a nézetünk a dologban, meg az elmúlt közelmúltban is. Sőt, én azt gondolom, hogy a programjukban is van számos olyan elem, tehát a Bajnai féle programban nincsen ütközés, de azzal a 16 ponttal, amit Gyurcsány Ferenc meghirdetett például, és ha komolyan vesszük magunkat, majd erről is kell beszélni, akkor abban a 16 pontban már van számos olyan programpont, amivel például nem értek egyet, mert ön is mondta, hogy például az egykulcsos adót, ha jól értettem, akkor Gyurcsány Ferencét támogatják, mi pedig nem támogatjuk. Tehát nyilván nem... Tehát bocsánat, ezt is rendezni kell azért. Nem így akar üzenni, hogy akkor mi lesz a menet, de akkor értem, elkezdik az Együtt PM-mel az eddigi szövetségesükkel a tárgyalást arról, hogy hogyan tárgyaljanak tovább. De ön személyesen... Nem, azért nem erről. Jó, ön személyesen az MSZP elnöke, vagy akár a mai Országos Választási Bizottság arról csak határozott, hogy önök szeretnének a többiekkel is, tehát nem csak Együtt PM-mel, DK-val, hanem akkor a liberálisokkal is, Boklos Lajossal, Kunce Gáborral, tehát akár nevekig lemenően. Abszolút értem, és nagyon helyesen teszi, hogy firtatja ezt a kérdést, de most bocsásson meg nekem, hogy nem akarok erre válaszolni, én sem akarok ebben zsákban, nem akarom kikerülni a kérdést, őszintén mondom önnek, amikor a tárgyalások elkezdődnek, akkor mi ezeket az álláspontokat úgymond ki fogjuk tenni jó értelemben az asztalra, és elmondjuk, hogy miről mit gondolunk. De annyit sem mondhat el, hogy... Nem lenne korrekt, hogyha
Ön szerint az lenne a jó, hogyha most mindenki tényleg újra gondolná? Hogy mi az én szerintem, azt akkor mindenki tudja, hogy az az OVB-nek is az álláspontja. Tehát ezért engedje meg, hogy ebben egy kis türelmet kérjek még én magam is. Akkor, amikor elkezdődnek a tárgyalások, ez az összes kérdés napirendre fog kerülni. És bocsánat, nem akarom elhárítani, de egyet értse meg, és a nézők is értsék, hogy ez a közös lista lehetősége most, ez egy nagyon fontos ügy a mi számunkra. Én ezt nem akarom kockáztatni semmilyen pozíció bebetonozásával, se valamilyen deklaráció megfogalmazásával. Én ezt egy nagyon fontos változásnak gondolom az elmúlt fél év politikai életében. Aki nem felelősséggel közelít ehhez az ügyhöz, tehát hogy magyarul vigyázzuk erre a palántár, bocsánat, úgy mondom, azt szerintem veszélyeztet nagyon sok tehát minden sikertényezőt. Tehát nagyon vigyázok a szavaimra, és ebben kérnék egy kis megértés öntől és a nézőktől is természetesen. Hát, megértés az van, idejük nincs sok. Hát, köszönöm. Van, igen, ez köszönöm, a két hét. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm a figyelmet, és egyre kevesebb ideje maradt az Újságíróklubnak, mert hogy már az ő idejükbe beszéltünk bele. Szervusz Péter, milyen témákkal foglalkoztok? Jó, együttműködés, Magyar Krónika, Magyar Csapat, 4 milliós államhatár, ennyi. Szevasz, köszi. Köszönöm szépen a figyelmet önöknek, és ez egy gyors összebeszéd volt, hogy ne raboljuk tovább az Újságíróklub idejét, amit most egyébként még megteszek, mert hogy hosszasan búcsúzkodok. Találkozunk holnap este, viszontlátásra.